ennek a rendezvénynek az is a célja, hogy megmutassa azokat az embereket, akik az utat keresik, akik már tudtak valamit tenni a vidék Magyarországáért, lehetséges alternatívák után kutatnak, és itt majd meg fogják nekünk ezt valamiféleképpen mutatni. És természetesen erre nagy segítségünkre lesz a film, amiből sokat láthatunk itt a 3 nap alatt. Ez a 3 nap a vidék jelenéről és a jövőjéről fog szólni. Azt próbálja célként kitűzni, hogy a leépülni látszó falusi életet hogyan lehet élhetőbbé tenni, hogyan lehet megmutatni azt is, hogy itt is lehet emberi méltóságot teremteni. Erre különösképpen a filmek fognak majd nagyon jól rámutatni. És természetesen ennek a 3 napos filmszemlének az is a legfontosabb célja, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott filmkincset megmutassuk azoknak, akikről és akikért szólt. És hogy miért Komlóska ennek az országos rendezvénynek a házigazdája? Hát egyrészt azért, mert megint kitaláltak valami újat a kis települések érdekében. Másrészt azért, mert ők már sokszor bizonyítottak, az elmúlt 22 évben például Köteles László polgármester vezetésével, akit folyamatosan megválasztanak itt a településen, látható fejlődést tudtak produkálni. És azért is érdemesek erre a rendezvényre, mert ahogy az elején mondtam, az Európai Falu Megújítási Díj pályázatán Magyarországon 2014-ben ők voltak az elsők. És az Svájcban, az európai döntőn, ahol 29 kis település, európai kis település vett részt, külön díjban is részesült Komlóska, mégpedig az Európai Falu Megújítási Díjban. Tehát ők igazán méltóak egy ilyen rendezvény megszervezéséhez. És egyébként meg nagyon jól illeszkedik ez a rendezvény ahhoz a stratégiához, amit csak egyszerűen úgy fogalmaznak meg Komlóskán, hogy jobban élni. Nos, erről szól a 3 nap, hogyan lehet jobban élni a kis településeken, mit lehet tanulni egymástól, és ehhez a filmek sok-sok segítséget fognak adni, és természetesen az követő eszmecserék.
If you're happy and you know, you step your feet. If you're happy and you know, you step your feet. If you're happy and you know, you step your feet. If you're happy and you know, you step your feet. If you're happy and you know, you step your feet.
Jó napot kívánok! Mi a wifi kód? Amikor megérkezik egy vendég, mindig ebben kezdi, hogy mi a wifi kód. Hát Komlóskán nincs térerő, ezért el is teszem a telefont. Nem, még egy fotót azért csak készítek erről a szép tájról és ezekről a kedves vendégekről. Köszönöm szépen. Igen, wifi, vidéki filmfesztivál. Vidékről vidéken. Amikor Dábra István barátom felhívott, hogy szeretne valami rendkívüli eseményt itt Komlóskán, akkor azt mondtam, hogy persze, természetesen, de akkor legyen ez az első. És hát azt gondoltuk, hogy ha már egyszer megrendezünk egy ilyen filmfesztivált, egy filmnapokat, akkor teremtsünk belőle hagyományt. Hát Kánban is, meg Kálavivaliban is így kezdték valahogy, hát mi is csak elfejlődünk valameddig majd az elkövetkezendő évszázadban. Addig talán lesz térerő, és nem sima V-vel írjuk majd a Wi-Fi-t, hanem majd a W és Wi-Fi-re is megadjuk a kódot. A mobiltelefonokat amúgy lehet használni. A Rusz Színháznál a Rusz Színház kisbetűvel, ékezetek nélkül ez a kód. Persze a mobiltelefon nem fog csörögni, de esetleg viberezni vagy egyéb eszközöket lehet rajta használni. Na most egy ilyen kis faluban, mint Komlóska is, ugye nagyon sok minden hiányzik számunkra, de mégis nagyon sok minden megvan. Van egy elmondatom, hogy addig érezzük magunkat az Isten háta mögött, amíg meg nem értjük, hogy a jó Isten tenyerében vagyunk. Így van ez itt Komlóskán is, hozzáállás, szemlélet kérdése, és ha látjuk az előttem szereplő gyerekeket és népdalkört, akkor látjuk azt is, hogy minden faluban vannak értékek. A legfontosabb értékek azok az emberek, akik itt öregedtek meg, és átadták a tudást, a tapasztalatot ennek a falu közösségnek, és ebből táplálkozik a falu közössége, azokból a hagyományokból, szokásokból, amelyeket évszázadokon keresztül megőrzünk. A falunak értéke még azok az intézményei, amelyek működnek, a hivatala, a postája, a temploma, a vára, a tájháza, és sorolhatnám tovább mennyi, 110 vonzereje van a komlóskai településnek is. És a legnagyobb értéke szerintem a barátai. Úgyhogy ez egy olyan különleges ünnep és különleges alkalom, amikor láttam, hogy megtelt a csűr, és nagyon sokan vagyunk. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akiket már itt felállított az Illés István barátunk, és megkérte őket, hogy hadd lássuk. Külön köszöntöm még egyszer ezeket a kedves vendégeket, akik nem csak tisztségviselői, elöljárói egy-egy szervezetnek, hanem barátai is magának Komlóskának. És hát akik kimaradtak ebből a sorból, azért azt is meg kell említeni. Számomra nagyon kedves ember ül itt a sorokban, és azért majdnem mindannyian szereplői vagyunk ezeknek a filmeknek, és az egyik főszereplő az Lesovics Miklós Páháza város polgármestere volt mostanáig. Már ebben a szorúzban megindult nyugdíjas, és hát vele jártuk végig az országot kétszer. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszöntöm mindazokat, akik a Magyar Művészeti Akadémia tagjaiként itt vannak, vagy a Magyar Művészeti Intézetnek a képviselői vezetői, a médiát, azokat a munkatársakat, akik nélkül nem hallatszaná el egy ilyen kisfalú hangja, akár Bódisz Attila vagy Bánhegyi Gábor barátunk, akik rendszeresen tudósítanak rólunk. És persze köszönteni kell azokat a településvezetőket, szomszédokat, Bodrogolasziból, Kovács József barátomat, vagy éppen a messzi távolból, Lipótról ide látogató Tóth Péter kollégámat, aki 500 kilométerről hozta el a kenyeret nekünk, hogy az ebédre és az egész háromnapos ünnepségre legyen mit fogyasztanunk. És hát köszöntenem kell azokat is, akik akár barátként, turistaként, rokonként érkeznek ide, ilyen például a Szerencsi Nyárító Nyugdíjas Klub, akik szintén elfogadták a meghívásunkat. És nem lehet egy közösséget csak világi vezető oldaláról megközelíteni, meg kell közelíteni egyházi vezető oldaláról, és Komlóska ennek a példáját is mutatja, hogy hogyan tud együttműködni az egyház és az élet, az önkormányzati élet. Hogyan működtet az egyházunk, Szent Anna szeretetszolgálatot,
Pancsót tisztelettel köszöntöm, a szomszéd településünk Tolcsa tisztelendő urát, Pál Miklós atyát és a kerületi esperesünket, Gorcsa György esperes urat. Úgyhogy nagyon fontos, mert az egyik meggyőződésem az, hogy a lelki megújulása is nagyon fontos egy közösségben, és a lelkek ápolása, mert ma már Magyarország minden települése missziós terület. És hát itt vannak, akik még dolgoznak az önkormányzatért és az önkormányzatban, mint a Luszil Nemzetiségi Önkormányzatunk elnöke, Popovics László, vagy dr. Sturm Fenikő, aki a közös hivatalunknak a jegyzője. És nem utolsó sorban, de nagyon kedves barátunk van itt, Madaras Attila, a belügyminisztériumból, aki felismerte, hogy Komlóska milyen értékeket rejt, és többségében neki köszönhetjük, hogy a Magyar Falujogjuttatás bajnoka Komlóska lehetett, és ezt a szép címet két éven keresztül viseltük egészen jövő hétig. És persze a Komlóskaért Alapítvány civil szervezetek, biztos, hogy kihagytam valakit, talán a legfiatalabb Komlóskait nem fogom kihagyni, Molnár Zselyke is itt van, aki nem olyan rég született, és az egész család, édesanyja, édesapja is itt van, tisztelendő és a felesége. Tehát talán jól reprezentáljuk most itt Komlóskán, hogy egy vidéken, egy faluban is megvannak a szerepek. Megvannak azok a szerepek, amelyek nagyon fontosak. Hát, hogy el tudjuk-e játszani ezt a szerepet kellően, vagy nem, az már csak rajtunk múlik. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem számíthatunk és nem bízhatunk senkiben, csak önmagunkban és a Jóistenben és a jó segítő szándékú emberekben. Hát ez egy ilyen találkozó, ahol a szerepjáték nem csak a filmvásznon mutatkozik meg, hanem az életünkben is. Köszönöm szépen, hogy itt vagyok, köszönöm szépen, hogy önök itt vannak, és kívánom azt, hogy nagyon jól érezzék magukat az elkövetkező 3 napon. Hát mindannyiukat nagy tisztelettel köszöntök, és hát nem fogom felsorolni a felsoroltakat, hanem egységesen mindenkinek nagyon kellemes 3 napot szeretnék kívánni. Az, amivel kezdeném, az talán egy gratuláció azoknak a pici gyerekeknek és azoknak az iskolásoknak, akiket itt láttunk szerepelni, és azoknak a pedagógusoknak és tanároknak, akik ilyen zseniális módon tanították, kezelték őket, hogy valójában gyerekként, de mégis a felnőttség magabiztosságával tudtak itt előttünk megmutatkozni, és ez egy nagyon nagy dolog, ami végső soron hát a legfontosabb lenne, hogy ez országosan kiteljesedjen, és mindenütt egy ilyen magabiztos, könnyed, új nemzedék tudjon felnevelkedni, és az idősebbek nyomába lépni. Egy pár szót mondanék tulajdonképpen arról, hogy miért is vagyok én itt, és hogy miért gyűltünk össze. Lényegében az a helyzet, hogy sokunk véleménye szerint az az igazság, hogy ellentétben a közfelfogással az ország az a vidék. Azok, akik nem így gondolják, azok között nagyon sokan vannak, akik nem rossz indulatból gondolkodnak másképp, hanem úgy érzik, hogy a városi létükben végső soron az a világnak a rendje, hogy a városok azok, amik meghatározzák az életünket és a társadalmat. Ez nem így van, mindig is a vidék volt az, ami tulajdonképpen az országnak az alapfontosságú részét képezte, és a vidék nélkül nem beszélhetünk és nem várhatunk semmi olyan sikeres fordulatot, amire mindannyian el vagyunk számva, akik nem vagyunk
hát kiszolgáltatva bizonyos olyan hatalmaknak, akik az ellenkezőjét szeretnék, vagy az ellenkezőjén gondolkodnak. Azért gondoltuk, hogy a filmvilágból a vidék irányába kell fordítsuk a kameráinkat, ami nem egy új keletű dolog, tehát nem a mai nappal kezdődik. Ha visszatekintünk az elmúlt 20, 30, 40, akár még több évre, a vidék valahol mindig a vizuális kultúrának egyik fontos szelete volt, de most úgy érzem, hogy egy nagyon lényeges ponthoz kellene eljussunk, hogy a vidék bemutatásán túl bemutassuk azokat az innovatív és különböző operatív, sikeres vidéki szereplőket és vidéki településeket, vidéki tímeket, vagy gyártással, gazdasággal, mezőgazdasággal foglalkozó közösségeket, akik valamilyen módon a nehézségek és a lehetetlen helyzet ellenére megtaláltak valamit, amivel ott helyben, abban a lokális térben, amiben a hétköznapjaikat élik, jobbá tudták tenni saját és kollégáik, lakótársaik helyzetét. Tehát én arra gondolok, hogy az lenne egy nagyon fontos kiinduló pontja a mi háromnapos találkozásunknak, hogy egy elemzés kapcsán szülessen egy elhatározás, hogy a vidék vizuális feldolgozását megpróbáljuk olyan módon megoldani, hogy a filmek gyártásába, de főleg a filmek eljuttatásába a közönséghez a legkülönbözőbb ilyen eszközök, mint a televízió, DVD, internet formájában egy olyan mozgalom induljon, ami azokat a példákat mutatja be analitikusan és elemzően, amik vagy akik rájöttek valamire, hogy mit is tudnak a saját közösségükért tenni. Most itt egy nagyon fontos dolgot kell mondani, hogy semmilyen ötlet, ami valahol működik, az nem vihető át egy másik helyre anélkül, hogy ne az ottani sajátosságok és az ottani lehetőségekhez próbálják azokat igazítani. Tehát nincs olyan, hogy a köteles föltalál valami nagyon jó dolgot, és azt elviszi, nem tudom én, a Dunántúlra, egy kis faluba, és azt ott ugyanúgy meg lehet csinálni. Tehát lényegében itt két dologról van szó, összegyűjteni a konstruktív és hát olyan módszereket, amik valamilyen módon a vidék megsegítésében fontos szerepet tudnak játszani, és egy olyan szemléletet alakítani, hogy mindenki a saját helyzetéből kiindulva, a saját környezetéből, a saját életéből, ez legyen polgármester, vagy falusi lakos, vagy bárki, keresse azt a szituációt, amit ott helyben lehet megvalósítani, vagy lehet kifejleszteni mások közösségével. Na most az itteni filmről mondanék egy pár szót, amit levetítettünk, ez Sára Sándornak egy zseniális alkotása, 13 percet láttunk, de ez a 13 perc, ez hihetetlen sokrétűen mutatott meg egy nagyon fontos dolgot kultúráról, vidékről, emberről
és a mi életünkről, és azokról a negatívumokról, amikben mi élünk. Tulajdonképpen nem akarok egy filmelemzésbe belekezdeni semmiképpen, talán arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi az a legszembetűnőbb dolog, ami ezeken a képkockákon látható volt. Ugye jön egy együttes valahonnan a városból, hogy bemutassam egy mély híres művet az ott élőknek, és a legszembetűnőbb az, hogy iszonyatos mennyiségű állatot látunk. Lovakat, terneket, bárányokat, disznókat, tehát minden tele van állattal. Ha most megyünk az országba, akkor ugyan egy-két év óta talán nem annyira kirívó az az üresség, ami az utakat, mezőket, erdőszéleket teljesen szomorúvá és borzalmas érzésekkel teli hiány érzetekkel tölti meg az ember lelkét. Nincsenek állatok valójában, mert elfelejtettünk vidékiek lenni. Szóval valójában a tudással együtt megszűnt az a kényszer, az a szeretet, az a vágy, hogy azon a helyen, ahol élek, ahol megszülettem, ott olyan feltételeket teremtsek minden szempontból, hogy szeretessek ott lenni, és szeretessek ott maradni, és használhassam a modern technika különböző eszközeit, elmehessek onnan, de visszatérjek, hogy olyan körülmények legyenek, hogy a gyerekeknek és a fiatalabb nemzedékeknek megérje visszamenni, és becsüljék azt a helyet, ahol végül is a világot meglátták. Tehát ami a legszembetűnőbb volt számomra, az a rengeteg állat, ami most nincs. És ez nem volt annyira régen, régen volt, ez nem azt jelenti, hogy akkor zseniális volt, de egy folyamatról kell beszéljünk, ami egyre rosszabb, egyre jobban lepusztítja, kiüríti a lelkeket is, meg a falukat is, meg mindent. Ez a három nap, ez tulajdonképpen csak akkor lehet eredményes, ha visszatérünk a kezdetekhez, és végig elemezzük, hogy tulajdonképpen hogy is jutottunk ide. Ennek a holnapi napnak az első előadása az egy ilyen elemzéssel fog kezdődni, amelyik megpróbálja nyomon követni, hogy milyen okok, milyen folyamatok, milyen történelmi, ideológiai és egyéb viszonyok voltak azok, amik ezt a helyzetet eredményezték Magyarországon. Szó lesz ennek egy másik nézetéről, Köteles László polgármester előadása arról fog szólni, hogy végül is az önkormányzat szemszögéből mi az, amit a vidéki élet és a vidék stratégiájáról tudnunk kell, mik az akadályok, mik a lehetőségek, és mik lennének azok a különböző tennivalók, amik ezen a területen végül is egy közösség számára hasznosak lehetnek. És délután Tóth Klára film esztéta és lényegében televíziós forgalmazó volt annak idején, arról fog beszélni, hogy eljutnak-e a filmek oda, ahova el kell jutni, és ebbe keményen meg kell fogalmazni, hogy nem jutnak el, ezt fogja ő elemezni, hogy mik az okok, mik a körülmények, hogy ez nincs így. Tulajdonképpen
van egy olyan tévképzet a lakosságban, meg bennünk, hogy az a valóság, amit a televízióban látunk. Ez a legsürgősebb, hogy ezt leromboljuk az emberekbe, mert amit a televízióban láttunk, az nem azonos a valósággal. Tehát a valóságot azt mindenképpen filmes, vizuális eszközökkel, a művészet eszközeivel, szociológiával, politikával és minden egyéb vallási kérdésekkel úgy kell megközelítsük, hogy azonos legyen a valóság képe, amit a pap a emelvényről prédikál nekünk, amit a televízióban, egy beszédben, egy társadalomtudós, vagy bárki elmond. Na most ezt én tudom, hogy naívnak hangzanak ezek a dolgok bizonyos mértékig, de én úgy gondolom, hogy mégis szükség van arra az összefogásra, hogy fókuszáljunk a lényegi dolgokra a vidék körül és az életünk körül, és hát nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy a holnapi és a vasárnyi napon a filmeket és az előadásokat végighallgassák, hozzászóljanak, akkor lenne jó, ha vita lenne ezekről a kérdésekről, mert végül is senki nem rendelkezik a bölcsek kövével, még a legnagyobb tudósok vagy művészek sem. Köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy ez a három nap sikeres lesz. Szeretettel üdvözlöm a vendégeket és a vendéglátókat. Én a Magyar Művészeti Akadémia fotó- és filmművészeti tagozatának üzenete és üdvözletén túl egy kis falu üdvözletét is hozom. Ez a kis falu Nyugat-Palóc földön van, Perőcsénynek hívják a Börzsönyben, hasonló méretű falu, mint Komlóska, de irítséggel tölt el, amit itt Komlóskán már ez a pár óra alatt is tapasztalok, hogy itt van iskola, van óvoda, Perőcsényben már se iskola, se óvoda nincs, már posta sincs, majd ha megnézik a filmet Perőcsényről, akkor ezt látni fogják. De ezzel föl is hívnám a figyelmet arra, hogy nem csak jó polgármesterek meg jó politikusok kellenének, nem csak jó vezetők kellenének, hanem arra is szükség lenne, hogy mindenkiből kibújjon egy kis Széchenyi vagy egy Deák Ferenc, tehát az a szándék, az az ambíció, hogy valamit akar tenni a falujáért. Igen ám, de ez nem mindig szokott megtörténni, hál' Istennek itt Komlóskán úgy tudom, hogy ez így van. És az én példám, amit hozok, az éppen egy film kapcsán alakult ki, Perőcsényben, hosszú időn keresztül csináltam egy filmet, amit levetítettem a falu lakóinak, és olyan mozgást indított el a faluban, fölébresztett ambíciókat, fölébresztett büszkeséget, hogy elkezdtek dolgozni. És hogy Komlóskával szemben, persze nem szemben, hanem Komlóska sikerei mellé felsoroljak én is valamit, a sok negatív mellett, amit el kellett mondanom Perőcsényről, de az, hogy a film kapcsán elkezdett a falu egy tájházat rendbe hozni, egy régi parasztházat, és annyira sikerült, hogy 2014-ben az UNESCO-nak az ICOMOS díját kapta ez a tájház. Úgyhogy lehet... Köszönöm szépen, át fogom adni a Perőcsényieknek a jövő hét végén. És ezzel arra akarok utalni, hogy igazából a filmeseknek nem csak az a feladatuk, hogy rögzítsék azt, ami van, meg a fotósoknak. Ez nagyon fontos, mert hiszen igazán dokumentumfilmről csak az 50-es évek óta beszélhetünk. Ma más a helyzet, mint az 50-es években, amikor csak film nyersanyagra lehetett készíteni mozgóképet. Ma már ugye telefonnal is lehet akár mozgóképet készíteni, tehát sokan rögzítenek. Ez az egyik feladat, hogy őrizzük meg azt, ami van, azt a vidéki kultúrát, amelyik
tulajdonképpen a népi kultúra lényege, vagy azt a mezőgazdasági kultúrát, amit sikerült három erőszakos TSZ-esítéssel szépen tönkretenni, és az a helyzet áll elő, hogy én elolvasom a Bálint gazda könyvét, majd nekiállok a gyümölcsösben metszegetni, és a szomszédban élő parasztember azt mondja, hogy hát Sándor, metszed a fákat? Mondom, igen. És hogy csinálod? Elmondom, hogy csinálod? Hát akkor ő is megcsinálja. Tehát megfordult a világ, miközben a falusi házakból elkezdtek kockaházakat építeni, akkor jönnek a holland telepesek Perőcsénybe, és ők meg visszaépítik a tornácos régi házat. Igaz, hogy belül már komfort van, és sokkal kényelmesebbek lesznek, de ez egy furcsa világ, hogy ennyire megfordult. Elvesztettük a mezőgazdasági kultúrát, és ez egy nagyon nagy baj a vidéknek. Viszont a filmeseknek a rögzítésen túl az is feladatuk, hogy lelket adjanak ezeknek a falvaknak, próbálják az embereknek a figyelmét felkelteni, és egy kicsit buzdítani őket arra, hogy lehet tenni valamit, ha csak a saját udvaromon is, ha csak az utcámon is, ha az előttünk levő kis teret is rendbe rakom, akkor azért a falu máshogy fog kinézni, és hát ezért harcoljunk, mi pedig filmesek megpróbálunk ebben segíteni. Köszönöm szépen! Képviselő úr, polgármester úr, művész úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket Borsod-Abolcs-Zemplén megye önkormányzata is magam nevében. Borsod-Abolcs-Zemplén megye az ország második legnagyobb megyéje területét illetően. Két világörökség területünk van, az egyik az Akteleki Csepkő-barlangrendszer, ami Közép-Európának az egyik legnagyobb barlangrendszere, a másik pedig a Tokaj-hegyalja, amely 27 településnek az életét, 27 településnek a szőlő termesztését és borkészítését befolyásolja. Megyékben 358 település található, jellemzően aprófalvas település. Egyik ilyen települése Komlóska. Komlóska azon települések közé tartozik, ami, ha már volt lehetőségük, láthatták, nagyon dinamikusan fejlődik, köszönhető ez polgármester úrnak és az itt élő dolgos embereknek, hisz az ő kezük nyomán láthatóan épül-szépül a település folyamatosan. Borsod-Abolcs-Zemplén megye önkormányzata próbálja segíteni értelemszerűen a megyében élőket, az itt maradást, a vidéki életnek a fenntartását. Maga a kormány is sok mindent tesz annak érdekében, hogy a vidéki élet megmaradjon, hagyományőrzések révén, illetve ott maradjon mindenki azon a településen, ahol született, ahova házasodott. Rendkívül fontos, hogy az Európai Uniós programok keretén belül munkahelyek létesüljenek. Egy település akkor tud megtartó erejével élni, ha vannak munkahelyek, ha van megfelelő infrastruktúra, ha rendben van az oktatás. Rendkívül fontos, hogy a Miskolci Egyetemet megtartjuk hosszú távon, hisz az a fiatal, aki a Miskolci Egyetemen találja meg párját, az nem fog elmenni Budapestre, az itt fog maradni a megyében. Rendkívül fontos, hogy a megyében élők megtalálják a kulturális szórakozás lehetőségét és magát a kultúrát az egyházi életen túl, ami szintén nagyon színes a mi megyénkben. Ehhez a kultúrához járul hozzá ez a filmfesztivál, amelyet Önök most megrendeztek, megszerveztek. Én gratulálok annak, aki megálmodta a filmfesztivált. Köszönetet mondok annak, aki megszervezte. Azt gondolom, hogy Komlóska településen nagyon jó házigazda lesz ezen a filmfesztiválon, és akik csak az érdeklődés szándékával jöttek, azoknak jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő három napban. Köszönöm Önöknek! Daj Bože, dobrý den, Kriš Gott, Salam Aleikum. Mint Avaló és Zemplén országgyűlési képviselője, sok szeretettel köszöntöm a filmfesztivál minden kedves résztvevőjét. Köszönöm Komlóska polgármesterének és Tárdai Pálnak, hogy az ő ötletükből ez a filmfesztivál itt Komlóskával. Komlóska szimbólum nem csak Zemplénben, hanem a vidék Magyarországán is. A megmaradás a vidék Magyarországának a szimbóluma.
és örülök annak, hogy ez a filmfesztivál itt, ezen a településen, de mondhatnám, hogy akár a körülöttünk lévő 75 kicsit nagyobb településen is lehetett volna. De mégis Komlóska számunkra szimbólum, ahol az elmúlt 25 év vidékfejlesztésének a programjait végig lehet kísérni. Magam is részt vettem sokszor abban a harcban, abban a küzdelemben, amit Komlóska polgármestere, a képviselőtestület végzett ezért a településért. És hát megemelem a kalapom, nem csak Komlóska polgármestere, hanem nekünk van a legkisebb városunk Magyarországon, Pálháza, Lesovics Miklós volt polgármester, és sorolhatnám a 98 településnek a polgármesterét is, aki hozzám tartozik. Mi vidék Magyarországa vagyunk, a vidék. És örülök annak, hogy ez a fesztivál elkezdődik, és talán hagyomány teremt. Ez a fesztivál rólunk szól, a vidék Magyarországáról. És az életnek mindig van két oldala. Mi nem szoktunk panaszkodni, hanem mi jó kálamista katolikus módra mi megfenjük a tört, a kardot, és összeszorított ököllel és fogakkal megyünk küzdeni. Mi ezt tanultuk apáinktól. Örülök, hogy ezzel a filmmel kezdtük, hogy honnan indult a vidék Magyarországra. És ennek van egy ellentétje, és kérem, hogy csináljatok egy filmet Szanticskáról, ahol négyen laknak, ahol skanzen ki van írva, hogy disznóól, hogyha jönnek a, most már nem csak a vidék, nem csak a városiak, a vidékiek is, hogy a gyerekeknek bemutassák, hogy ez a mangalica, ez a tyúk, ez a körtefa, meg az almafa. Idáig jutottunk, hölgyeim és uraim. És ebből látszik az, hogy itt nem 20 év hátrányát, hanem 920 óta kell leépíteni, vagy fölépíteni azt a hátrányt, megszüntetni. Amikor Zemplén és Abaúj zsák térségé lett, ezóta szenvedünk. És ha megnézzük ennek a térségnek a népességét, öregszünk. És a én képviselői munkámnak az egyik célja, hogy nem a hatalmas fejlesztések, hanem hogy megállítsuk a népesség fogyását. Hogy visszatudjuk csalogatni a fiatalokat. Nekem déjà vu érzésem van. Sok régi arccal, már 20-30 éve nem találkoztam Balázsi Karcsi barátommal például. Én 1970-es évek közepén kezdtem Újszászi Kálmán bácsival a népfőiskolában. Déjà vu érzésem van. Ugyanaz a harc, ugyanaz a lendület van bennünk, csak közben elmúlt 40 év. Változott valami? Igen, nagyot fejlődtünk. De a legnagyobb probléma maga az ember. Itt nem csak állatokat láttunk, hanem sok embert is láttunk. És sokszor másba keressük a hibát. És teljesen igazat adok annak, hogy valaki valamit akar tenni, akkor a saját portájánál kezdjen el sepregetni. De ma már ez kevés. Ezért kell, hogy egymás kezét megfogjuk. És ez a fesztivál remélem rólunk szól, bemutat bennünket. Mi élni akarunk. És remélhetőleg ez a film eljut nem csak az M1, a Duna TV, hanem más érdekes csatornákon is, ahol érdekes filmek és sorozatok mennek. Hogy lássák a népek, hogy mi is vagyunk és élünk. És azért bármi rosszat el lehet mondani rólunk, de azért én szeretném, hogyha bemutatnák azt a vidék Magyarországának az életét, ahogy mi élünk. Látszik, hogy évente egyre több a turista Zemplénben, Abaújban. Nagyon sokan jönnek. Ja, élni úgy nem jönnek, csak 2-3 napra. De legalább az is elég számunkra. Nos, ez a fesztivál nem csak rólunk szól, hanem értünk is szól. Hogy bemutassuk a döntéshozóknak, hogy miért van szükség arra, hogy ebbe az irtózatos versenyben, amiben belekeveredtünk magába az Európai Unióba, Európában is, Magyarországon is,
a versenyképesség, ez a fő kulcsmondat, a pénz, hogy ebben bizony mi hátrább vagyunk, mert mindig ránk kell fizetni, mert sok a kilométer, rosszak az utaink, nem működik a posta, stb. Stb. De ebben a mai Európában igazán akkor mutatkozik meg a mi értékeink és értékünk, amikor ugye a városias létben egy kicsit feloldódik az ember kultúrájában, gyökereiben. Mi azt képviseljük, amit apáinktól, dédapáinktól tanultunk, és remélhetőleg lesznek gyerekek, akinek ezt tovább tudjuk adni. Értéke vesztett Európa. Komlóskának a titka az, hogy ez egy keresztény közösség. És nem lehet a kereszténységet megkerülni. Sem a vidékfejlesztésben, sem Európa jövőjében. És ez nem csak úgy, mint a, mondom, mint egy lelkész, hanem úgy is, aki az emberek között élek, képviselem az ő gondjaikat, problémáikat. És ezért fontos számunkra, hogy rólunk írjanak, hogy mi megőrizzük népünket, nyelvünket, kultúránkat, tovább visszük azt, amit úgy hívnak, hogy magyarság. Tehát ezt már sokszor elmondtuk az elmúlt 40 évben. És nekünk is szól ez a fesztivál, amikor bemutatják a filmeket, tükröt tartanak elénk. Nézzük meg, kik vagyunk mi, mert hát nekünk is változnunk kell. Hölgyeim és uraim, én úgy látom, hogy sokat tudnék beszélni arról, hogy az elmúlt 25 évben vagy 30-40 évben mit fejlődött Zemplén és Abaúj. Onnan indultunk mi is, ahol ez a film, az első film látszott. Tessenek végigmenni, épülnek, szépülnek. Az más kérdés, hogy itt a hutákban már fél Debrecen kiköltözött, de legalább nem dőlnek össze a házak, legalább hétvégén van élet. És itt a nagy kérdés, hogy hogyan tovább vidék Magyarországra. Van egy bűv szó, hogy az Európai Uniós támogatások. Ugye elmúlt a 7 év, éppen az országgyűlésben nemrégen elemeztük, és maga Lázár János is elmondta, hogy igen, a kohéziós politikáknak az egyik lényege az, hogy az alacsonyabb lévő területeket felhozza a magasabbhoz. A kiegyenlítődés. Na ez az, ami nem történt meg úgy, ahogy. És az elkövetkezendő 2-3 évben én munkatársaimmal ezen dolgozok, hogy a lehetőségünkre biztosított Európai Uniós támogatásokat azt le tudjuk hívni. Nem lesz könnyű, hiszen szembesülünk azzal például a topos pályázatoknál, hogy a kicsiknek alig jut valamit. De hát mi olyanok vagyunk, hogy ha kidobnak az ablakon, visszamenjünk az ajtón, majd fordítva. És itt a mi felelősségünk, hogy vajon mi megtettünk-e saját magunkért, községvezetői, polgármesterek, képviselők, döntéshozók. Rajtunk nem múlik, hölgyeim és uraim, hogy a mi frakciónkban és a Fidesz frakcióban mindig ott vannak a vidéki bőgatyások, ezek mink vagyunk, akiknek egy kicsit más a szemléletük. Mi nem csak úgy általában véve tudunk arról, hogy van egy választópolgár. Én elmegyek patokon a postán, azt a hátam meget meg előttem mondják rendesen a szemembe. Nekünk van egy erős kontrollunk azok, akik megválasztottak bennünket. És éppen ezért ezek a fesztiválok egy kicsit eszméltetnek bennünket, fölráznak bennünket. És én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben a rendelkezésünkre álló uniós forrásokat, mert ez egy plusz lehetőség, ezeket le tudjuk hívni. Van egy kulcsszó, kisvállalkozók 60%-a és a munkahelyteremtés. Sajnos, ha már munkahelyet akarunk teremteni, nincs munkaerő. Hiába van munkanélküliségünk. No, de nem azért vagyunk itt, panaszkodjunk. Én azt kívánom az ideérkezőknek, az elkövetkezendő 3 napban érezzék meg Komlóskának, Zemplénnek, a vidék Magyarországának az erejét. Nekünk van erőnk. Érezzék meg azt, hogy nem csak, hogy jó a levegő, de azok az étkek, a gasztronómiai különbség, csodák, amik itt eszünk is. Ez más, mint a gyors étkezde. Nekünk még van valami, ami valahonnan a föld alól jön, ahogy mi örököltük, és mi szeretnénk továbbadni. Érezzék jól magukat, és ne felejtsék el, Zemplénbe, Abaújba érdemes visszajönni. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Szép napot kívánok mindenkinek! Mielőtt egy-két gondolatot átadnék itt a jelenlévőknek, engedjenek meg annyi személyes gondolatot, hogy amikor bejöttem ebbe a térbe, akkor percekig azzal voltam elfoglalva, hogy kutattam, kerestem az arcokat, és kerestem a szemeket. És mit ad Isten, jöttek velem szembe az arcok, és jöttek velem szembe az emberek, és amikor elkezdtünk beszélgetni, és feltettük azt a kérdést, hogy hogy vagy, mi újság, mi van veled, megvártuk a választ is. Hú, mondom, de jó. Köszönöm a sorsnak, hogy még őket egyszer láthattam újra. Remélem, hogy jövőre ismét lehet velük találkozni, és ebből szeretnénk arra következtetni, hogy ismét ez a rendezvény életre lesz hívva. Zemplényi Település Szövetség. Pontosan fogalmazott az István, hogy volt jobb, szép idő, rosszabb idő, most egy kicsit rosszabb idő van, lássunk be. Lehetne elemezni, hogy miért, mik az összetevői ezeknek a dolgoknak. Azt gondolom, hogy az a 70 település, aki alkotja az Zemplényi Település Szövetséget, el kell, hogy végezze majd azt a fajta önvizsgálatot, azt a fajta őszinte beszélgetést, amikor a pénz kimarad a teremből, maradnak az emberek, maradnak a felelős településvezetők, és addig nem megyünk ki, míg nem jutunk közös mezőbe, közös gondolkodásba és annak a végeredményébe. Mert az idő elmegy felettünk, és azt is tudjuk, hogy miért vagyunk felelősek, azt is tudjuk, hogy ezt a földet mi csak kölcsön kaptuk. Egyetlen egy kérésem lenne, vagy megajánlásom a holnapi napra, hogy valamikor, amikor a 2000-es évek elején készült egy dokumentumfilm Falurombolás címmel, ott volt egy mondat, az úgy hangzott, hogy vajon a demokrácia létszámfüggője? Még ma is aktuális ez a kérdés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, elnök úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Nagyszerű lehetőség, hogy én is egy pár gondolatot elmondhatok. Az asztalnál már elmondtam a hozzám fizikailag közel levőknek, de itt is el kell mondanom, hogy eszembe jutott a fesztivál kapcsán egy középiskolai tanulmányomnak egy kis rezüméje, ez pedig a Szecesszívi Montem szakon kivonulás a Szenthegyre című történetet értem alatta. Történt ugyanis, hogy egy Rómához is és Athénhoz hasonló nagyvárosból a köznép kivonult, mondván, hogy az arisztokráciára megharagudott, mert az arisztokrácia jól él, és a köznépről pedig elfeledkezik. Az arisztokrácia egy idő után valóban megérezte a köznépnek a távollétének a hátrányait, ezért egy bölcs filozófust küldött ki a köznéphez, hogy ugyan menjen már és mondjon nekik valami olyat, amiért visszajönnek a városba. A filozófus kiment, és akkor a következő történet mondta el a népnek. Történt egyszer, hogy a kezek és a lábak összebeszéltek, és azt mondták, hogy a fejnek nem fognak többet élelmet adni a végtalkon keresztül, mert a fej nem gondoskodik a kézről és a lábról, tehát hálátlan. A filozófus azt mondta, hogy amikor ez a folyamat megkezdődött, akkor a fej megüzente a kéznek és a lábnak, hogy amennyiben nem fogtok engem táplálni, akkor én elsorvadok, de ti is el fogtok sorvadni. És a filozófus üzenetét a nép megértette, és visszament a városba, és együtt dolgozott a továbbiakban az arisztokráciával. Alapvetően azt gondolom, hogy a hasonlaton talán érthető önmagában is, de azért nyilván némi kis kommentárt fűzök hozzá. Itt ugye több gondolat is elhangzott a mai napon, és hát nyilván a fesztiválnak is ez az üzenete, meg ez lenne a célja is, hogy ezt mindenki értse, hogy a vidék és a város, vagy a vidék és a nagyváros, vagy nagyvárosok problémaköre az meglehetősen sok valóban problémás elemet tartalmaz. Azonban azt megérti mindenki vidéken, hogy nem lehet minden kis településen mondjuk színház. Nem lehet minden kis településen villamos sem természetesen, hiszen mi nagyvárosban sem mindenhol van. Egy azonban fontos, hogy az ember az ugyanolyan fontos egy kis településen, Komóskán, Szanticskán, mint ahogy a fővárosban. Ugyanolyan fontos az ember. Az egy más kérdés, és ebben képviselőnek is, és többi hozzászólónak is maximálisan igazat adok, hogy
Nagyon sok esetben az a vidéknek és a falunak a problémája, hogy amíg az egyik településen a településvezető és a lakosság érti, hogy mit kellene tenni, és igyekszik komfortossá tenni az adott települést, addig a másik településen vagy a vezetővel van egy kis probléma, vagy a lakossággal nem működik együtt a vezetőjével, vagy egész egyszerűen csak a világlátásukban van valami. Nyilván ez a három napban is, és hát az elkövetkező időszakban is ez sok elemzést igényel, hogy melyik településen, hogyan és mint alakulnak a dolgok. A lényeg az, hogy én nekem mindig eszembe jut egy ilyen szólás lehetősége alkalmával Tamási Áronnak az Ábel a rengetegben című regénye, amelyben Ábel ugye kutatja a regény folyamán, hogy akkor miért is falunk, vagyunk a világban, ő a végén azzal találja meg, hogy a világban azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne. Én azt hiszem, hogy nem a település nagyság dönti azt el, hogy az ember hol érzi magát otthon és hol érzi magát jól. A legkisebb településen is lehet olyan állapotokat teremteni, hogy ott adott ember jól érezze magát. Nyilvánvalóan a fesztiválnak megvan az a lehetősége, hogy az egyik legmodernebb eszköz segítségével, kommunikációval segítse ezt a folyamatot, hogy valamilyen módon a vidék is élhetővé váljon, vagy élhető maradjon. Nyilván Kiki a habitusa szerint közelíti meg ezt a kérdéskört. Köszönet a szervezőknek, az ötletgazdának, és köszönet a kivitelezőknek és a végrehajtóknak, és én nagyon remélem és azt is kívánom az elkövetkezendő három napban, hogy valami olyan konstruktív terméke legyen ennek a három napnak, amellyel a vidék Magyarországa tud üzenni azon szervezetek és személyek felé, akik tudnak és tehetnek is a vidék élhetősége érdekében. Legyen ilyen produktum ennek a három napnak. Köszönöm szépen! Társaságunk nevében nagy tisztelettel köszöntöm minden kedves megjelent vendéget. Nagyon örülök, hogy Komlóskán kerül megrendezésre ez a regionális találkozó, országos találkozó ebben a régióban, ahol mi működünk. Tanulni lehettünk az elmúlt években, hogy egy kis településen, ha vannak gondolatok, van akarat, és ezt sikerül is keresztül vinni, akkor a kis település képes magának élhető teret kialakítani. Mi az elmúlt években, mint a Pelkomba hallottuk, közel 30 évben, minden olyan történésre odafigyeltünk, ami a régióban és ami Komlóskán történik. Nyugodtan mondhatom, hogy itt nagy értékek születtek. A mi hitvallásunk az, hogy próbáljuk a jót megmutatni. Ma a médiák ügyesen sáfálkodnak a piacon, a reklám bevételeik érdekében egyéb nem kívánatos, vagy talán nem jövőt szolgáló produkciókat is képernyőre engednek. A helyi tévék nem ilyenek. A helyi tévék nem ilyen struktúrában működnek. Itt van egyfajta önkormányzati támogatottság, és mellette egy nagy pályázati akarat és képzeleterő, amivel megpróbáljuk megteremteni az alapot ahhoz, hogy értékes alkotásokat tudjunk létrehozni. Több ilyen volt. Itt Komlóskán például a zempléni gondolatok, ami éppen a főjegyző úr támogatásával, segítségével, jelenlétével valósult meg, mindent dokumentáltunk. Természetesen mi nem a művészi oldaláról, sokkal inkább a dokumentalista oldaláról közelítjük meg ezeket a produkciókat, de hiszünk benne, hogy ha ezek dokumentálva vannak és sokszor bemutatva, akkor ebben a térségben igenis valahol segíti társadalmasítani azt a gondolatot, azt a sikert, ami Komlóskán megvalósult és meg fog valósulni reményeink szerint. Én kívánok ehhez a három naphoz nagyon értékes együttlétet, kívánom, hogy olyan párbeszédek, olyan eszmecserék alakuljanak ki, ami segíti térségünk, régiónk fejlődését. Köszönöm szépen!
Tisztelettel és barátsággal köszöntöm a kedves megjelenteket, házigazdákat, képviselő urat, elnök urat, valamennyi kedves vendéget. Én a Magyar Falu Szövetség elnöki tisztét töltöm be, de emellett egy falunak, nevezetesen Szentkirálynak, Kecskemét melletti közel 2000 lakosú településnek vagyok polgármestere. Mindaz, ami a falusi létet illeti, és a falu gyötrelmeit illeti, az én falum és Gomlóska faluja úgy gondolom ebből csak valamennyit tud. Mert hogy a magyar vidék a maga gyötrelmeivel és kínjaival együtt 50 év ide vagy oda az, amit itt a vásznon láttunk. Mindaz, ami ezen a vidéki, vizenyős, lápos, mocsaras területen zsombékként, egy-egy sikeres települési közösség eredményeként jelentkezik, ez kapaszkodóként kiváló, arra azonban alkalmatlan és elégtelen, hogy az egészet, a népet, aki élni akar ezen a vidéken, megtartsa. Ennek a filmszemlének, filmnapoknak, első gomlóskai vidéki filmnapoknak a legfontosabb eredménye legyen az, hogy mindaz, ami a filmen keresztül a vásznon megjelenik, az a látszat, az a virtualitás, az a nem valóság, hiszen mi ülünk és nézzük azt, ami a vásznon van, hozzon össze bennünket, nézőket. Abból a célból, hogy ezekből a zsombékokból összefogás legyen, ezek a zsombékok tudjanak gyökeret ereszteni, serkenteni azokban a települési közösségekben is, ahol nem csúcsmenedzser a polgármester. Mert hogy ebből vagyunk, vannak többen. Körülbelül a 90%-a a magyar falvaknak ilyen. A verseny, ami a mi világunknak az egyik legfontosabb jellemzője, nem az Úristentől eredő dolog. Amikor egymás kárára, egymás elől a lehetőséget, időt, böcsületet, pénzt elhappolva tudunk sikeresek lenni, ez nem az Úristen műve. Századforduló egyik francia írója, moralistája, Georges Bernanosnak van egy frappáns mondása. A világ nagy szerencsétlensége nem az, hogy kevés a keresztény, hanem hogy mi, keresztények, középszerűek vagyunk. Kedves jelenlévők, azt a magot, amit a vidékért, a vidékünkért, a magyar hazáért ki kell sarjasztanunk, ezt az Úristen és a szentjeink a mi lelkünkbe ültették. Ezen a sarjasztáson kell dolgoznunk. De föl is hívva a figyelmet arra, hogy a legnagyobb kincs a magyar hazában ez a potenciál, ez a lehetőség. Kemény Bertalan, a Magyar Falu és Tanyagondoki Hálózat megálmodója a magyar falut a családok családjának nevezte. Én toldom meg ezt a gondolatot azzal, hogy egy magára valamit is adó családban a békés egymás mellett élésnek nincs helye.
családja, akkor ez az igazság kell, hogy álljon a falu közösségre is. Vagyis a békés egymás mellett élésnek nincs helye. Ha megtanulunk békével, barátsággal, szeretetben egymásért élni és tenni, ha egymásért, egymást segítve tudjuk lehetőséghez juttatni, ki a maga szintjén, és minél magasabb szinten van, annál nagyobb a felelőssége ahhoz, hogy tehessen a falusi ember, hogy hasznát érezhesse a saját ténykedésének, hogy otthonának érezze a vidékét, a hazának azt a részért, amiért ő a felelős, akkor van értelme az életünknek. Nem tudhatjuk, hogy a ránk következő időtáv, mondjuk egy másik 25 esztendő, ami nagyon messze van, de még a 10-et mondom, is messze van, mit hoz. Az biztos, kevesen lehetünk ebben a teremben olyanok, akik 10 évvel ezelőtt, de akár csak 5 vagy 6 évvel ezelőtt is nem reméltek nagyobb boldogságot maguknak és honfitársaiknak, mint amit most elmondhatnak magukról. Rajtunk áll a felelőssége annak, hogy az a lehetőség, ami kezünkben van, ki tudjuk-e használni úgy, hogy 10 év múlva lehessen falusi közösségekben ilyen rendezvényt tartani. Én gratulálok a szervezőknek, hogy tudtak élni a lehetőséggel, hogy meg tudták osztani, volt bátorságuk, van bátorságuk ezt az örömüket másokkal, de még egyszer mondom, az eszköz az a mi kezünkben van, ennek a kihasználása viszont kinek-kinek eltérő felelősséget ró a lelkére. Szívből kívánom, hogy folytatódjék a valóságban, nem csak a filmvásznon, hanem emberi kapcsolatok elmélyülésében a hátunk mögött, vagy az előttünk lévő 2 nap. És azt is kívánom, hogy az elszámoltatásnál helyt tudjunk állni majd a számonkérésnél, hogy mindannyiunk erejéhez mérten tudott a talentumaival elszámolni. Köszönöm a figyelmet!